Sziasztok, Vicuska vagyok. Fogadjátok tőlem szeretettel a 276. leckét. Ez a lecke március 15-éről fog szólni. Veszünk egy lapot, 900x600-asat, leokézzük, ablak, eredeti méret, mint már megszokhattátok tőlem. Ezt a lapot beöntjük egy fehérrel, és akkor ez lesz az alaplapunk. Na most ezt az alaplapot, hát... próbáljuk egy kis gradienttel megcsinálni, még pedig veszünk egy kis zöldet, hát egy ilyen halvány zöldet, tehát fogjuk, és akkor veszünk egy ilyen kis halvány zöldet, hozzáadás az egyéni színekhez, oké. Okay. Akkor veszünk egy pirosat, ami azt jelenti, hogy hát ez a piros jó is lesz, hozzáadás az egyéni színekhez, oké. Okay. És akkor még egy fehéret kellene vennünk. Egy fehéret, ami nem teljesen fehér, hanem ilyen szürkés is, oké. Okay. Ezt is hozzáadjuk az egyéni színekhez. Hát ez most nem sikerült. Tehát hozzáadás az egyéni színekhez, háromszor hozzáadjuk a fehéret. Hozzáadjuk a zöldet kétszer, utána pedig veszünk még egyszer a pirosból, tehát a pirosat. Piros az egy ilyen zászló szín, ezt is hozzáadjuk, és akkor talán jó lesz. Na most ezt medivel megcsináljuk, megyünk a szűrőkre, a medire és a vávilábra. Ugye ez itt fehér lesz, tehát ez mindenképpen fehér, és akkor megnézzük ezeket a színeket. Tehát ez a piros, ez legyen egy kicsit halványabb, mert egy halvány színt szeretnénk, tehát legyen ilyen halvány rózsaszín zöld, és akkor ezt megfordítom, mert nekem egy 90 fokos kellene. Igen, egy 90 fokos, mégpedig piros, fehér, zöld, tehát ami azt jelenti, hogy ide rakjuk a pirosat, ide rakjuk a fehéret, ami itt nincs, de majd lesz, tehát egy ilyen halványabbat, és akkor utána a harmadik pedig lenne a zöldecskénk. Igen, de hát nem úgy helyezkedik el, ahogy kellene. Piros, fehér, zöld. Hát, nem úgy helyezkedik el, tehát akkor mégis ide jön a zöld. Hát majd kipecázom. Ide jön a fehér. Remélem, hogy jó lesz. Puh. Piros, fehér, zöld. Hát a piros helyére pedig egy nagyon halvány rózsaszínt teszünk, mert így szeretnénk. Na, de végre megszületett a színünk, mégpedig a felső az lehet kettes, a lineára tesszük, a felső ez lehet kettes, de lehet a radiál, és mindjárt megnézzük, hogy a radiál milyen, ez nem tetszik. Magnet, ez mégsem. Tehát mégiscsak a lineál lesz, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy milyen lesz, hogyha az angle nullán van. Hát, nem tudom, komolyan mondom, tehát akkor legyen három, tehát megegyeztünk. Tehát így állítsátok be a színeket, a lineára legyen három, itt legyen nulla, nulla, rózsaszín, halvány zöld, tehát nagyon halvány zöld és fehér. Még ennél is lehet halványabb zöld, tehát igen, és akkor oké. Okay. És akkor így állítsátok be a színeket. Na tehát, végre sikerült beállítanom. Na most ennek adunk egy kis szűrők, megyünk a textúrára, a merített papírra.
A merített papír, és akkor így már jó is lesz, megyünk a szűrőkre, a domborításra, mérsékelt domborításra, és most a következő dolgot tesszük, van nekünk egy kis virágocskánk, behozzuk szépen, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Na most ezt megnöveljük. Mégpedig szabad átalakításon, hát mondjuk egy 170-re, megnöveljük, 169-170, és akkor mondjuk neki azt, hogy az átlátszatlanság, ide kattintunk a rétegintéző segédeszközre, az átlátszatlanság 70. Igenis, megyünk a szűrőkre, a leképezésre és a globellírre. A globellinen már beállítottam magamnak a rózsaszínt, a keresztet és egy ötös szélességet, és azonnali előnézet, a pixel hosszúság pedig az is ötös, lehet mondjuk kisebb is, hogyha teljesen kihúzzuk a szélére, akkor kisebb lesz, de jó az ötös, tehát nekem ez jó. Nézzük meg, mi van, hogyha nagyobbat veszünk, tehát az már nem jó. Tehát úgy tudjuk beállítani, hogy ide kattintunk, ötös, oké. Na most. Jó, ezzel készen vagyunk, szűrők, domborítás. Hát erősebb domborítást csinálunk neki, akkor jó is lesz. És egyesítjük a réteggel. Egyesítés az előző réteggel, tehát végeredményben készen is vagyunk az alapocskánkkal. Az alapocskánkkal, igen. És most jön az effekt. Réteg újüres. Újüres, oké. Befestjük fehérre. Mégpedig ugye van nekünk itt a fehérünk, amit kijelöltünk magunknak. Fehér. Letesszük a bödönt, behozzuk a kis kokárdánkat. Megnyitás, szerkesztés, másolás. Ide kattintunk, szerkesztés, beillesztés. Megfordítjuk egy függőleges tükrözéssel, és a lényege az, hogy teljesen kitesszük, amint azt jelenti, hogy ezt ide tesszük a szélére, tehát ide középet legyen, ez pedig len, úgy legyen, mindjárt mutatom, hogy nem így, tehát így nem lehet egyáltalán, hanem nagyon-nagyon picike kis rés maradhat ki, tehát nyugodtan még akár csinálhatjuk úgy is, hogy nem maradhat ki rés. Nem tudom, hogy jó lesz-e vagy nem-e, de megnézzük. Nézzük meg úgy, hogy ne maradjon ki itt rés. Tehát ami azt jelenti, hogy itt beállítod magadnak, itt is beállítod a közepéig, közepéig itt a szélig, és akkor fogod, aztán lehúzod. Így. Egyesíted az előző réteggel, ami azt jelenti, hogy így néz ki. Tehát ez így néz ki. Látjátok? Tehát így. Most mész a szűrőkre, a Muramester Copies Cards. Remélem sikerülni fog, igen, oké. És úgy fog sikerülni, hogyha ezeket betartjátok. Tehát nagyon fontos ez betartani. Na most itt kiütöd, bekattintasz a közepébe, varázspálcával, jobb gomb kivág. Kivágod, itt is kivágod. Ha nem sikerül, akkor még egyszer elmész, kivágod. Na most itt, hát nem tudom, hogy mekkora. Tehát itt fent, ugye? Tehát teljesen felteszed, réteg, megkettőz. És akkor ezt is ide teszed kívülre, tehát ami azt jelenti, hogy teljesen ide kihúzod. Hát ez is úgy működik, hogy tehát itt felül, felül teszed. Itt is. És itt nem itt teszed kívülre, nem így, hanem teljesen kihelyezed, úgyhogy itt alul ez itt egyenes legyen, meg ez is. Na most itt. Ez a kis zászlócska látszódjon ki. Tehát a többit berakod. Nézd, itt is, tehát itt, hogyha nézed ezt a pirosat, itt is itt van. Itt is. Tehát ez így legyen. Egyesítsd a rétegeket, ez egy kicsit odébb van. Egyesítés az előző réteggel, és megint veszel egy réteg újürest. Azért, mert erre azért van szükség,
Befestett fehérre. Erre azért van szükség, mert flaming pározunk, és a flaming pár ugyanúgy van, mint a Muramester, hogy a PNG képet nem kezeli. Tehát nem kezeli, és úgy ütjük ki. Egyesítjük az előző réteget, tehát a fehérrel, és megyünk a szűrőkre, a flaming párra, a flexi 2-re, és akkor bejelöljük ezeket a beállítások. Én már bejelöltem magamnak. Mínusz 15, mínusz 140, de lehet akár 145 is, tehát az nagyon nehezen lehet beállítani, én sem tudtam. 140 legyen, jó? Nagyon nehezen lehet beállítani, ez pedig 65. 65? Igen, de akár lehet mondjuk 50 is. Ugye megnézzük, hogy mit tesz vele. 60. 65. Hát igen, hát 65 a legjobb. Jó van, csak hát nem tudom beállítani. Oké, majd valahogyan beállítjátok. Igen, és itt van ez a szép kis valami, ezt most kiütjük, minden fehéret, belekattint az a közepébe, kivág, jobb gomb, kivág. Nézzétek, itt már kivágtuk, ezeket is kivágjuk, kivág. Belekattint az varázspálcába, jobb gomb, kivág. Varázspálca, jobb gomb, kivág, remélem azt vágja ki, amit kell. Igen, és akkor itt már végeremény, mert nem is szeretném annyira nagyon kivágni, tehát ez így jó. Meg itt is még kivágjuk. És akkor jobb gomb szabad átalakítása, lekicsinyítjük 50%-ra. Hát ez pont sikerült, és akkor ide felőre felhelyezzük. Na most ezt is úgy helyezzük el, hogy ide ne lógjon ki a csücske, természetesen így. Réteg megkettőz, és ezt is egy vízszintes tükrözéssel átdobjuk, és ugye ide rakjuk össze. Na most itt is van egy dolog, ami zavaró, azt itt leradírozzuk. Tehát ezt itt leradírozod, így, és akkor már nem is zavaró. Tehát végeredményben, nem jól radíroztam, csak ezt szeretném, végeredményben a kokárdát kapod meg. Egyesítés az előző réteggel, jobb gomb, és most mész torzítás, tehát felső rétegen állunk, jobb gomb torzítás, lehúzod, úgyhogy közepéig eljusson. Tehát ami azt jelenti, hogy a közepéig, tehát itt kicsi lett, rögzítés. Rögzítés, és akkor felhelyezed. Réteg megkettőz, de előtte adsz neki egy kis árnyékot, beállítások árnyék. Hát az árnyék az ugye nem hetes, hanem hármas, kimész a szélére, és mindegyik hármas. Oké, réteg, árnyék egyesítés, és most réteg megkettőz, és amikor megkettőzted, akkor egy függőleges tükrözéssel átdobod. És nagyon szép valamit kaptál, ugye szép. Tehát fogod, ugye, egyesítés az előző réteggel. Nézd, ezt lehet változtatgatni is. Hát, mondjuk itt ez nem szép, ez nem tetszik nekem, hogy az ott kilóg. Ezt esetleg ki lehet vágni, és akkor szép lesz. Tehát, mert majd ugye kitesszük a keretre. Tehát most akkor fogjuk meg, aztán vágjuk ki, jó? Tehát fogod, erre kattintasz, vágóseggődeszközre és a téglalapra, kivágod, hogy ne akadékoskodjanak bele itt másolás, ezt kitörlőd, szerkesztés, beillesztés, remélem sikerült, egy nagyon picit itt nem sikerült. Akkor ilyenkor, mikor van valami problémád, mondjuk itt nem jól raktam össze, ha feljebb mész, akkor nincs baj, de mondod neki, hogy szabad átalakítás, és egyet
Csak egyet mész előre, és már is jó lesz. Na, eddig készen vagyunk. Nagyon szép dolgot kaptunk. Most, hát az írás következik, a hölgy, a virág. Petőfi Sándor, behozom a kellékeket, ez a hölgyeményem lesz, ide rakom már, szerkesztés, másolás, de még nem egyeztetem, vagyis egyesítem a rétegeket, beillesztés, és akkor ugye ennek el le van szegénynek vágva a lába, tehát így le kell kicsinyítenünk, szabad átalakítás, de még nem egyeztetjük semmivel, nem egyesítjük semmivel. Jó. Következő dolgom lesz még, vannak díszeim, még pedig ez a virágocska. Nagyon szép szerkesztés, másolás, de szerkesztés, beillesztés. Az igazság, hogy ezt nem tesszük ide föl egyáltalán, hanem így eldugjuk. Tehát így félig meddig. Jó lesz, félig meddig, hát nem tudom, lehet, hogy hajlíthatnánk is rajta. Jó, úgyhogy ez a kettő látszódjon benne, az a többi széle már ne, tehát ezt tegyük ide ki, ezt meg ide le. Így legyen, és akkor ez már jó is lesz így. Hát nem tudom, hogy a konvolúcióm filterszel megcsináljuk-e, hogy milyen lenne, mert azt nem próbáltam ki őszintén. Itt van, engraver, és akkor itt a 200-ra megyünk. Pontosan jó, nagyon jó, szuper jó. Ez is nagyon élénk, megnézzük, hogy mit tesz vele a konvolúción filtersz ezzel az effekttel. Ugye a 200-ra megyünk. Ápli. Igen, nem olyan vad, tehát nem olyan vad lett, tehát csináljuk meg. És akkor itt a csajocskánk. Jó. A következő dolgot teszünk, hát még nem egyesítünk, még van egy Petőfi Sándorunk, remélem itt van, igen, szerkesztés, másolás, szerkesztés, erre kattintunk, szerkesztés, beillesztés, és akkor ide helyezzük a Petőfi Sándort, de csak a fejét méghozzá, ezt itt leradírozzuk. Tehát fogod, és leradírozod. Na most, ugye, meg körbe is próbálod ezt a sárga részt itt leradírozni róla. A másik dolog, csak így a nyakát rakjuk ide, és akkor fogjuk, beleolvasztjuk, ami azt jelenti, kicsit 70%-ra levesszük, de ez így nem lesz jó, hanem talán ide kellene, nem is tudom, hogy hova tegyük szegénykémet, mert ha beleolvasztjuk, akkor meg nem látszik, tehát mégiscsak vegyük vissza, itt a vissza gombbal. Tehát, és akkor a fejét nyugodtan ide tehetjük a Petőfi Sándornak. Igen, csak az előző képem az nem így nézett ki. Az az igazság, hogy a Petőfi Sándornak a fejét behelyezzük ide, neki csinálunk egy kis helyet. Csinálunk egy helyet, mert a convolution filters nem fér el. Hiába van ez a szép kis kokárda itt, de úgysem lesz rá szükség, mert nem látszik. Tehát akkor fogod ezt a részt itt a Petőfinek a fejénél kivágod, ami azt jelenti, tehát, hogy Petőfi feje ide beférjen. Fogod. Hát reméljük, hogy jó lesz. Tehát kiválasztod itt az őrnek, mondod azt, hogy kivág.
Igen, és akkor ide berakod a Petőfi fejét, még pedig len. Egy picit kisebbre veszed, szabad átalakítással. Tehát úgy is. Így. És akkor most egy picit leveszem, megnézzük, 90%. Megnézzük, 80. Igen, csak egy baj van. Jó, erre rákattintasz, és szépen leradírozod itt a fejénél. Nincsen semmi baj, tehát itt leradírozod a fejénél, mert nem akarom, hogy annyira látszódjon. Tehát ebből radírozol. Még egyszer megnézed a Petőfit, már 80 lett az átlátszatlanság, hogyha 70, akkor mi történik vele? Hát az már nem szép, azért nem szép, mert az arca már nagyon átvirít. Jó, jó is lesz. És akkor a következő dolgot tesszük, megyünk a... Most már nincs más hátra, mint az írás. Az írásnál elmondok pár mondatot. Na most. Nekem szükségem van, igen, megmutatom nektek, a hatások. Itt a kitöltő mintázatba beleteszed a pipát, bele. Itt a könyvecskébe kiválasztod, mindjárt mutatom, hogy mit kell kiválasztani, leckés mappáim. Na most itt van egy kis nemzeti színű szallagoska. Na most ez elég nagy. Megnyitom, behozom ezt a nemzeti színű szallagocskát, ez most elég nagy itt. Az az igazság, hogy nagy, egy nagyon picit lekicsinyítem még, képméret, tehát 100x30-as, legyen mondjuk 20-as, és 67-es is, oké, talán így jó lesz, fáj, mentés másképp. Elmentem, 0-165-ös, és ezt hozom be. Tehát, majd ezt felteszem, ugye a csoportban, tehát a hatásoknál bejelölöd a kitöltő mintázatot, megkeresed a könyvecskét, megnyitod, megkeresed az asztalodon, vagy ahova elmentetted a leckés mappáidba ezt a kisebbet. És most jó, ugye felirat, ilyen március 15. Úgy írjuk, hogy kiférjen. És akkor a 15-öt azt hiszem majd másik nagyobb betűvel fogjuk majd írni valószínű, tehát ez menjen le. Tehát hogy is van ez? Bocsánat, nem tudom most, hogy mi van, hatások, tehát kitöltő mintázat, és akkor oké, hol van? Nem tudom, hova ment. Tehát fogod a T betűre, kattintasz, felírat, hatások, kihúzás, nem. Kitöltő mintázat, és oké. Na, megvan, tehát ez elég nagy lehet, ezt nem szeretném, hogyha ilyen nagy legyen. Hát mégsem jó, mégis a nagyot kell behozni. Tehát kitöltő, mint ez most így, őszintén megmondom, nem tudtam én se, hogy a nagyobbikat, vagy a kisebbiket hozzam, mert most behozom a nagyobbikat, megnézem, hogy melyikkel jobb. Tehát piros, fehér, zöld. Kétszer, háromszor ismétlődik, de nem baj, tehát nincs. Konvertál szöveget képrétegbe, lekicsinyítjük szabad átalakítással, végeredményben jó is lesz. Tehát éljen március. Ez egy kicsit érdekes, mert piros, fehér, zöld. Úgyhogy
többször ismétlődött. Na, hogyha megyek, visszamegyek, ez most ilyen gyakorlás kérdése, hatásoknál bejelölök még egy fajta piros-fehér-zöldet, megnézem a leckés mappáimba, talán van még, nem biztos. Hát, annyira nincs. Pedig volt itt egy, lehet, hogy az asztalomon van. Hát, Petőfi Sándorok azok vannak. Ja, mégiscsak a kicsi lesz, oké, hát ez ugyanaz. Konvertál szöveget képrétegbe, szabad átalakítás. Nem tudom, hogy mekkorának kellene lenni, hogy három szín legyen csak. Mert így duplázódik a szín, tehát ezen most kísérletezünk egy kicsit, ezt felnagyítjuk, egy picit még pedig képméret. Na most mondjuk ez legyen 150. Tehát így kell ezzel kísérletezni. 150, aztán elmentett fájment, és másképp az a ide. Igen, becsukod, fogod, megkeresed, amit elmentettél, tehát kísérletezel. Leckés mappáid. Ugye itt van ez, ez egy kicsit nagyobb, de nem sokkal. Piros, fehér, zöld. Hát már majdnem jó, de mégsem. Megint mész, ugye. Behozod, nem lett jó, tehát fogod képméret, de hát ugye én ezt úgyis megadom, 200, legyen 200. Úgy, fáj, ment és másként. Tehát én ezeket így csinálom, ezeket a dolgaimat. És akkor kicsukom, hatások. Most az ötöst kell megkeresnem. Tehát ez. Oké. Piros, fehér, zöld. Még így sem jó. Még így is nagyobbnak kellene lennie. Konvertál szöveget képrétegbe, jobb gomb szabad átalakítás, de most már nem bántom. Már nem bántom. Tehát most már jó lesz. Igen. Piros, fehér, zöld. Itt az alsónál már elég jó, csak az elsőnél nem, mert a piros csak a vesszőn van. Tehát adok neki egy kis réteg, beállítások állnék. Na most ez így működik. Oké. Réteg megkettőz, és akkor szebb lesz. Egyesítés az előző réteggel. Éljen, és akkor 15-öst még beírjuk. Tehát ez kikattoljuk, és akkor a 15-ös. Az pedig nagyobbat veszünk, mondjuk 70-et. Oké. Hát, ez egy kicsit nagy lett. Konvertál szöveget képrétegbe, és megnézzük, hogy mekkora legyen. Mondjuk, hát ne legyen ilyen nagy. Igen, réteg megkettőz, és akkor egyesítés az előző rétege. Tehát a március 15-éket összevonjuk. Tehát én így csinálom a kísérletezést, hogyha látom nem jó, akkor visszamegyek, felnagyítom, vagy lekicsinyítem, tehát így működik ez az egész. Ezeket kicsukom, mert erre már nem lesz szükségem, tehát ezt majd feltöltöm a csoportba. És akkor nem kell más tenni, mint összevonni a rétegeket, tehát a csajnak adunk egy kis beállítások árnyék. Nem nagyon szeretem az árnyékot. Kettes árnyékot adunk csak neki. Itt pedig hármas a sugár mindig. Réteg árnyék egyesítés, és akkor egyesítünk minden réteget, vagy nem is tudom, hogy mit csináljunk. Tehát, hogy
hogy kitegyük a szélére, ne tegyünk ki. Minden esetre az effektet egyesítjük. Az effektet egyesítjük. Hát. Nem is tudom, mégsem. Mégsem. Adunk neki egy kis, meglátjuk, színkezelés, RGB szín, kép, külső keret, egy 40-es libazöldet, mert így is szép lesz majd. És ugye varázspálca, és beöntjük ezzel a fehérrel, ami itt van. Most megyünk a szűrőkre leképezése, progresszív kontúrra, és akkor fogjuk egy zölddel, beöntjük, oké, 8-as szélesség. Na most meglátjuk, hogy mit is csinálunk, vagy mit is csináltunk. Itt az a virágoska, ugye ide letesszük. Még idébb is vihetjük. Nem. Ezt nem vihetjük, tehát ide letesszük. A csajt letesszük ide a szélébe. Teljesen levisszük, mert hogyha nem, akkor kilátszik a lánynak az árnyéka, tehát teljesen levisszük, kitesszük a kezét is. Akkor elhelyezhetjük most nyugodtan még a március 15-ét. Esetleg, hogyha olyanunk van, hát nem is tudom, hogy kitenném-e, nem tenném-e ki. Tehát, hogyha jobb gomb szabad átalakításra, megnézem, hogyha egy picit kiteszem a keretre, akkor hogyan fog kinézni? Nézzétek! Tehát oldalt ki... Nem tudom, hogy hogyan szebb. Hát kiteszem a keretre, vagy nem teszem ki a keretre. Tehát ezt itt el kell dönteni mindenkinek, mert akkor ez a szegény Petőfi Sándor is feljebb megy, ugye? Tehát így, tegyük ki a keretre, szerintem tegyük ki, mert az így elég jól néz ki, sőt, még megnézem, mit tenne vele, hogyha torzítanánk és ellipsziseznénk. Hát az már nekem nem tetszik, mert minden lecke ilyen egyforma, tehát nem. Tehát meg lehet csinálni nyugodtan. Lehet gömbölyíteni is, tehát mutatom a lehetőségeket. Lehet gömbölyíteni, ellipszisezni, mit tudom én, torzítani. Bármit lehet vele csinálni. Tehát ez az ellipszis, ugye, amit mondtam. Akkor a Petőfi Sándor odébb, tehát nem csinálunk vele semmit, marad így, ahogy van. Csak mutattam, hogy mit lehet vele csinálni. Ezt a virágoskát nem tesszük ide teljesen föl, mert így néz ki jól. Ezt azért teszem így, ugye kettő, ez a kettő kála látszódjon ki a sarokban, ezt azért teszem így, mert hogy látszódjon ez a szép kis effektecskénk. Na jó, elkészültünk a leckével, minden réteget egyesítünk, egyesítés az előző rétege, a keretecskénk megvan, végeredményben a felső keret az nem látszik, de nem probléma, és hát nem is tudom, hogy a csajocskánkot nem kellene nagyobbra venni, jobb gomb szabad átalakítás. De egy picit nagyobbra vesszük ezt a csajocskát. Mert ugye, hogy most megnagyobbítottuk a keretünket, így a csaj is nagyobb lett. Petőfi alatt van a, ugye a szöveg, csaj. Az nem baj, hogyha kilóg, réteg egyesít minden réteggel, és hát ugye mégsem készültünk el, mert a Vicuska tutoriál, azt meg nem írtuk rá. De egyszerűen nem is tudom, hogy hova írjuk rá. Hát azt, akkor én most azt csinálom, hogy fogom
réteg új üres. Szűrök, behozom a PNG datából ezt a, nem a pirosat, mert az most nem megy ide hozzá, hanem van nekem ez a kis fehérecski. Igen, ez jó helyen lesz, és akkor, na most itt középre, jó helyen lesz, ott középet, oké. Itt középet, ide. Igen. Picit megnagyobbítjuk szabad átalakítással. Jó, hát persze. Ide tesszük, vagy a szélére? Hát nem tudom, én ide tenném középre. Megnézzük, hogyha megkettőzzük, akkor mint tesz vele? Egyesítés az előző réteggel. Réteg megkettőz magamnak, és akkor ide lehúzom szintén, és akkor itt jó helye lesz. Tehát kiradírozom magamnak a tutoriált. És már itt is vagyunk. Hát lehet, hogy ez a szívecske sem kell most ide. Tehát végeredményben megnézzük, hogy középre helyezzük. Meg ezt is, jó. Egyesítjük az előző réteggel, egyesítjük az előző réteggel, és el is készültünk a leckével. További szép napot, és mindenkinek nagyon szép ünnepet kívánok ezúton. Sziasztok!